Sziasztok, Sastas vagyok, és ez itt most a Sniper Elite V2-es gameplay sorozatom következő része. Vágjunk is bele. Most remélhetőleg lagmentesen az előző elejéhez képest, ugye. Rájöttem, hogy nem feltétlenül kell a közben videót feldolgozunk, úgymond renderelnem, miközben játszom ezzel a játékkal legalábbis. Jó, azt nem látta senki. Nyugodtan. Még egyszer. Kíváncsi, hogy ha visszajön. És visszajön. Vagy legalábbis valahova megy. Kéne próbálni így csendben kinyírni. Ennek a repülőjét. Villámlik, vagy nem tudom, mit csinál. Baj van, ugye? Mert akkor megláthatom. Legalább két darab kormányi jobbot. Ami jó. Nem tudom, hogy mire, de gondolom ilyen pluszpontokat ad, vagy valami hasonló. Valaki lövöldözik. Ez a reflektor cuccot vajon ki lehet lőni? Nekem nem szimpatikus, hogy világít. Jaj, nem hallottál te semmit se. Csak összeesett, rosszul volt. Itt is meg volt a cover. Használjuk már ezt is. Hát a barátaid összeestek, csak
próbálunk ilyen rejtőzködő üzemmódban működni. Egyébként csak azért, mert kíváncsi vagyok, hogy csinál-e valamit a játék, mikor ad-e érte valamit, vagy tök fölösleges. Köszönöm azt, hogy valaki... De akkor azt mondjam. Ez valaki megpróbált látni a kollega szerepét, úgyhogy sikerült neki. Oops. Lőpuskafészek miatt, annál egy géppuskafészek miatt, ha már ahhoz sem jöttek vissza. Ez az üveg golyó váló. Найдите его! Продолжайте!
van egy géppuska fészékből dobom, akkor a legszélsőből lőttek. Eldönthetnétek. Mielőtt meghalok, gondolom, még lejöttem. Itt ez a nagy hangzavar az volt, hogy még kettes rakétákkal lövöldöznek. Aha. Gázmaszk. Gázmaszk nem kell, oké. A múl csak tripmine. Érdekes egyébként, én a helyükben használnék tripmine-okat. De hát, gondolom ez valami játék megkönnyítési dolog lehet. Hogy nem. Jó, akkor itt húzzunk át. De, tehát úgy tudtam, a katonák tudnak gyorsabban is áthúzni. Jó gázik. És még egy dynamite. Amit eddig szerintem soha nem használtunk, azon az egy alkalmon kívül, mikor sikeresen megöltem vele magam. Iron Lang. Meglött az Iron Lang. Sose tudom, hogy ezekkel kell foglalkozni egyébként, akik itt dumálnak, vagy nem. De gondolom, tehát, ahogy észrevettem, amelyik dumál, az nem talál meg. Ezek a veszélyesek, amik nem dumálnak, csak egyszerűen jönnek, szétjönnek. Смотрите в оба! Ну и нам офарда, Антони, ну чё пофарда. Продолжайте искать! Фрейм. Слышите лучше! Ez meg lett. De szerintem ez is meglepő lesz. Régen végeztünk agyalati minikütétet. Az emberünknek sikerült ezt az órán keresztül elvégezni.
itt ez olyan... Nem lehet bemenni, pedig az olyan arany gyanús hely volt. Azt mondjuk nem tudom, hogy miért kell sunyogni, mert... eléggé... Hogy is mondjam, a... katonai protokollnak mondhatnánk. Szerintem eléggé kötött ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet le tudnának reagálni, hogyha jön valaki. Tehát nyilván akkor nem, hogyha azokat a cover killeket végig sikerül beadni, értetek. De egy ilyen helyzetben, mikor itt így jövök, rohangálok és... hogy is mondjam... mikor ennyire nyíltan támadok már, objective completed, sziasztok! Egyedül vagy? Ha egyedül vagy, akkor ebből cover kill lesz. Mármint stealth kill. Védem a pozíciómat. Most ez a feladat. Nem tudom, hogy közben... Sokkal jobban nyílik ahhoz a helyzethez, amikor azt képzelem el, hogy valaki behatol egy katonai területre, szól a riasztó. Érted, baj van, srácok jönnek, valami. Ez egy olyan valódibb szituáció annál, mint hogy így én itt tök lazán szétlövöldözök mindenkit, mert nem hiszem, hogy ez is így lenne, hogy én vagyok az egyetlen képzett mesterlővész az egész világon. Nyilván én vagyok a legképzettebb, ezért küldtek engem, de... Nincsen ezért tamsapka azon a... Sával onnan hogy találnak. Vagy oké, eltalál onnan, de hogy én miért nem találom önöket, igen. Ő, mintha a sniper puskával lövöldöznek, nagyjából az én talált jelenikban is. Azzal a PPSH-val. Nekem meg, hogy is mondjam,
talán 50 golyóból egy feltalad. Oké, okay, hogy ugye azt erőltetik, hogy csávónak a segény keresztül meg lelőttem a hangárját. Biztos örül. Tehát oké, okay, hogy ezt erőltetik, hogy a snipert használjuk. Tehát nem feltétlenül oké, okay, de értitek. Viszont, tehát akkor lehetne benne annyi balansz, hogy... És a rakétát meddig fuelelik? Jó, majd kezdik el felállítani. Ups. Jó. Egyre többen van. Na fuss, azt mondja, na fuss. Ugye még egyet? Én inkább átlottam az oldaladat. Én arra rá akartam lőni. De az volt a cél, hogy... És megint végig kell csinálnom ezt a... Tartsam fel a... Ezért tartsam fel a kilövést. Na nem már... Nem már... Kész vagyunk. Na! Ez lett fél, igaz, nem bírt levegőt venni a kollega. Mindegy, 24 perc, egyre jobbak vagyunk. 82%-os pontosság, ezen még van mit javítani. Na mindegy, én ennyi lettem volna mára. Ha bármi kérdésetek vagy javaslatotok van, akkor dobjatok egy kommentet alulra. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve a további hasonló tartalmakért iratkozzatok fel a csatornámra. Én Sastas voltam, sziasztok!